Kedveseim, tegnap este Budapesten voltunk egy koncerten, ahol a Matt Redman és a Martin Smith zenéltek, dicsőítettünk együtt, körülbelül 2500, tehát teli volt a körcsarnok, és előtte volt 5 órakor egy ilyen baráti találkozója az ez az a napnak is. Fontos dolog, azért akarom elmondani most nektek, mert a magyar népre vonatkozik. A 90-es években volt a Wembley stadionban Noel Richards egy koncertet szervezett ott, és a közel 60 ezer ember volt abban a stadionban, aki látta, az tudja, milyen csodálatos volt, és egyetlen egy zászlót lengett ott a koncert alatt, és az a magyar zászló volt. És a Noel Richards meglátta ezt a magyar zászlót, és Isten szelleme arra indította, hogy neki valamit tenni kell Magyarországért. És akkor kereste magyarokat, és találkozott a László Viktorékkal, az ez az a nap szervezőivel, és akkor hívták meg őt először Magyarországra. És már akkor azt a látást kapták, hogy itt Magyarországon is meg fogják tölteni Isten népe, dicsőítő népe a stadionokat, mint ahogy ott a Wembley stadionban. Ezért imádkozik az ez az a nap szervezői, egyre nagyobb volumenben létszámmal dolgoznak, és hát csodálatos volt a tegnap esti koncert. Még annyit akarok mondani, hogy elmondta a Viktor azt is, hogy a Dallasba, Texasba van egy 20 ezer fős gyülekezet, akik azt kapták proféciaként, hogy imádkozzanak a magyar nemzetért. És fönt van a neten, azt mondja Viktor, látta, hogy egy magyar zászló van kitéve a gyülekezet falára. Tényleg 20 ezeren vannak, és minden nap, minden alkalmon a magyar népet hordozzák a szívükben. 3 város van Európában, akit Isten elhívott egy csodálatos dologra, egy jövőre, és ezek közül egyik a Budapest. Köszönöm szépen. Budapest. Én meg ma azt hittem Kecskemét. De közel vagyunk Budapesthez, így van. Halleluja. Ki nézte péntek este a magyar-holland meccset? Vagy ki hallott róla? Nagy volt a bizakodás, aztán kikaptunk 8-1-re. És gondolkoztam ezen, mi lehet a probléma, mi lehet a hiba, mert szerintem nem annyira a játékvezető, vagy nem annyira az edző, vagy a játékosok, stb., hanem úgy gondolom, hogy maga az a hozzáállás, ami produkálja ezt az egészet, ezt az eredménytelenséget. És azon gondolkoztam, hogy vajon a kereszténységben mennyiszer vagyunk olyanok, mint a magyar csapat. Hogy úgy megyünk fel a pályára, hogy már tudjuk, hogy vesztettünk, meg nem annyira érdekel minket, mert a pénzünket így is úgy is megkapjuk, fizetésünk van, mit érdekel bennünket, egy-két nap alatt túltesszük magunkat rajta, és újra lehet bizakodni, amikor megverünk egy kisebb csapatot, vagy átugunk egy valamilyen akadályon. És tudjátok, a kereszténység sokszor ugyanígy működik nálunk is, hogy amikor ott van a kihívás, ott van a nehézség, a lehetőség arra, hogy fejlődjünk, változzunk, akkor inkább kikerüljük, inkább a könnyebb utat választjuk. Tudjuk, hogy az Úr Jézus úgyis szeret bennünket, tudjuk azt, hogy úgyis a mennybe fogunk menni, hogyha jó fiúk leszünk, meg jól viselkedünk. És nem annyira gondolkozunk azon, hogy akár dicsőségesebb életet is élhetnénk, mint amilyen életünk éppen van. És a mai prédikációmnak a címe az lesz, hogy tökéletes igyekezet. És az alapigém az a Filippi bejelkezét levél 3. részéből fog szólni, majd a 4. verstől fogom, vagy majdnem a 4-től, de 4-től 15-ig van ez a rész leírva. Pál apostolla kapcsolatosan fogunk egy kicsit gondolkozni, de tudjátok, nem tudom, voltatok már úgy, hogy volt valami nagyon valósághű álmotok. Volt-e már úgy, hogy tényleg felébredtetek, és azon gondolkoztatok, hogy most ez valóság volt, vagy nem, vagy most megtörtént-e, vagy nem. Velem fordult már egyszer-kétszer ilyen, és épp az elmúlt napokban volt egy egészen rossz álmom az egyik gyermekemmel kapcsolatosan, és olyan jó volt, amikor felébredtem, és tudatosult bennem az, hogy ez nem történt meg, és nem volt semmi ilyesmi probléma, és megnyugodtam rögtön. De nem tudom, hogy tényleg, vagy ha például néztetek egy filmet már is, úgy beleéltétek magatokat, volt most éppen új film, múltkor mutatták nekem, hogy megtámadják Amerikát, és akkor a Fehér Házat lerombolják. Tehát egy ilyen új film, és hogy mi lenne, ha ez megtörténne, hogyan, meg miként sikerülne megoldani, vagy éppen voltak háborúk, vagy nagyon sok ilyen film volt, ami előre vetít olyan dolgokat, amik esetleg meg is történhetnének. De nem is kell ilyen messzire menni, hanem iskolába, ha jártatok, mindannyiótoknak volt tűzriadó, igaz?
Mindenkinek le kellett menni, megmérték az időt, hogy mennyi idő alatt érünk le, és ha megvolt a szintidő, akkor ügyesek vagyunk. És tudjátok, épp ezen gondolkoztam, hogy mi lenne, ha ezek a dolgok valóságosak lennének. Akkor is ilyen lazán vennénk egy tűzriadót, ha érezzük a füstnek a szagát? Akkor is ilyen kényelmesen, nyugodtan mennénk le? És azon gondolkoztam el, hogy bármi, úgy gondoljuk, hogy akár ez is, meg akár az is történhetne a kereszténységünkbe, holott, ha belegondolunk, alapvetően nagyon komoly dolgok történnek, és nagyon valóságos dolgok történnek a szellemvilágban, itt a Földön is. Nem azon kell gondolkozni, hogy mi lenne, ha, hanem azon kell gondolkozni, hogy miért nem vesszük észre, hogy ezek a dolgok komolyak, és hogy ezek a dolgok valósak. És én valahogy ez jött a szívembe, hogy nekem ebben meg kell változnom, hogy ne ilyen feltételes módban gondolkozzak, hogy mi lenne, ha ez történne, mi lenne, ha az történne, hanem gondoljak bele, hogy mennyi minden valóságos a mai világban, és ez engem cselekvésre késztet. Ez engem cselekvésre sarka, hogy nekem valamit tennem kell, hogyha szeretnék változást elérni, akár a saját életemben, akár a környezetemben, ez magától nem fog létrejönni. És amikor ilyen feltételes üzemmódban működik az ember, nem tudja megtapasztalni Istennek az erejét, Istennek a csodáját, mert Isten nem feltételes üzemmódban működik. Ő mindig a valóságot keresi, és mindig azt akarja, hogy az emberek valósággal menjenek oda hozzá, és érezzék át a helyzetnek a súlyát. És én azt látom, hogy, és itt nem csak a fociról beszélek, politikáról, bármiről, de a legfőképpen a keresztény életünkről, hogy nem vesszük komolyan a hitéletünket. Nem vesszük komolyan az életünket, hanem úgy gondoljuk, hogy el lehet lazulni még itt egy néhány évet, vagy akár évtizedet, és majd csak lesz valami, majd csak kihúzzuk valahogy. Most voltunk itt körülbelül egy 20-an a tegnapi napon, amikor a Berkes Sándor beszélt az utolsó időkkel kapcsolatosan, és tudjátok, sok mindenben volt, amiben már ismételte magát, sok olyan dolgot mondott, amit már ismertünk, de mégis ezen gondolkoztam el, hogy amiről beszél, ezek valós dolgok. Közel van már annak az ideje, hogy az Úr vissza fog jönni. Nagyon-nagyon közel van már annak az ideje, hogy megjelenik az Antikrisztus, és hogy teljesen uralma alá hajtja a Földet, és egyedül egy dolog tud bennünket megtartani, hogy ha komolyan vesszük ezt, odafigyelünk rá, felkészülünk rá, olvassuk Istennek az igéjét, utána járunk, hogy vajon milyen dolgok fognak történni, hogyan, és persze van benne sok homályos folt, sok minden van, amit nem ért jól rendesen még a Sándor testvér is. Ő is mondta ezt, hogy sok mindent ő se tud. De nem az a lényeg, hogy mi mindent tudjunk, hanem az, amit tudunk, azzal kezdünk-e valamit. Használjuk-e valamire azt a tudást, amivel rendelkezünk, mert hogyha igen, akkor nem hiába valami módon élünk itt a Földön. És én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy mindaz a mondat, ami elhangzott az ő szájából, az találjon halló fülekre nálunk. Hogy ne azon gondolkozzunk, hogy ez még úgyse fog történni, majd még késő fog jönni, majd a dédunokáinknál lehet, hogy lesz valami. Pál apostol idejében is azt mondták, hogy közel van már, mégse jött el azóta, stb. Stb. Szokták az emberek mondani ezeket a gondolatokat, de én hiszem, hogy nekünk komolyan kell venni Istennek az üzenetét. Amikor Isten szól hozzánk, akkor oda kell figyelnünk rá. És tényleg... Vannak olyan emberek, akik itt a Földön sok mindent komolyan vesznek, és amit csinálnak, azt komolyan veszik, és tudjátok, ezek az emberek lesznek azok, akik sikeresek lesznek az életnek bármilyen területén. Ha nem veszed komolyan, soha nem fogsz tudni sikeres lenni, és teljesen mindegy, hogy milyen területről beszélek. Akár a munkahelyedről, akár az iskoláról, a zenetanulásról, vagy bármiről. Ha nem veszi az ember komolyan, nem fog tudni eredményeket elérni, nem fog tudni fejlődni. Én hiszem, hogy Isten nagyon sok tehetséget helyezett el bennünk, hogy tudjunk tényleg igazából róla beszélni az életünkkel, igazából őt tudjuk megdicsőíteni a találmányainkkal, a teljesítményünkkel a munkánkban vagy az iskolánkban, de én hiszem azt, hogy a mi butaságaink az, amik ezeket az energiákat lefolytják, a mi alkalmatlanságérzetünk, nekem úgyse fog sikerülni, nekem ez nem megy, én ehhez kevés vagyok, miért pont én, vannak elegem, majd csinálják mások, stb. Stb. És mindig kitaláljuk azt, hogy miért nem kell nekünk komolyan venni Istennek az üzenetét. Miért kell nekünk lazán venni Istennek az üzenetét, mert ha megnézitek a mai kereszténység, de inkább csak magamról beszélek, nagyon sokszor veszem lazán a dolgokat, és nagyon sokszor vagyok komolytalan, pedig én hiszem azt, hogy a Jóisten azt akarja, hogy a vele való dolgokat, azokat vegyük nagyon-nagyon komolyan, mert az életünk múlik rajta. Az életünk, és nem csak a mi életünk, hanem a környezetünknek az élete is függ tőle, hogy hogyan és miként állunk hozzá a hitéletünkhöz, az Istennel való kapcsolatunkhoz. És Pál apostolról azt olvassuk, hogy ő egy sikeres ember volt, mielőtt találkozott volna az Úr Jézus Krisztussal. Egy nagyon-nagyon jól kvalifikált ember volt. Ha olvassuk itt a negyedik verstől, nekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam.
Ebben a néhány versben, amikor olvassuk, azt látjuk, hogy ez az ember komolyan vette azt, amit csinált. Zsidóként a lehető legjobb zsidó akart lenni. Igyekezett a legtöbbet megtenni a zsidóságért, igyekezett a legtöbbet megtenni Istenért, amilyen ismerete volt, azt az ismeretet maximálisan igyekezett kihasználni arra, hogy Isten tudja tisztelni, és Isten tudja szolgálni, még akkor is, amikor téves dolgokat csinált, még akkor is, amikor butaságokat követett el, akarta Isten szolgálni, akart Istennek az útján járni, a legjobb mesterektől tanult, komolyan vette a hit életét, komolyan vette mindazt, amit csinált, és nem szórakozta el az idejét. Ez ifjú korában is ez az ember tanulmányozta a Bibliát, járt teológiára, és oda szánta az életét arra, hogy amit csinál, abban a legjobb tudjon lenni. És ha megnézzük, tényleg a kortársai között ő volt az egyik legjobb, hanem a legjobb tanuló, nagyon-nagyon jól ismerte az igét, nagyon jó teológus volt, és mégis azt olvassuk itt a következő versben, de amelyek nekem nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Tudjátok, ez az ember Tarzus és Saul, aki tényleg komolyan vette az életét, amikor találkozott az Úr Jézussal a damaszkuszi úton, utána valami megváltozott benne. Rájött arra, hogy az, amiért idáig élt, amiben minden energiát belefektette, az nem, hogy felesleges volt, nem, hogy hiába való volt, hanem kár és szemét volt. És én úgy gondolom, hogy egy ilyen felismerés az össze tudja rendesen törni az embert. Aki odaszánja az életét arra, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából, hogy a lehető legsikeresebb legyen, eltelik egy néhány év, tized az életéből, közel 30 éves lehetett, nem tudom pontosan, hogy mennyi volt, amikor megtért, de évtizedek vagy hosszú évek múltak el azzal, hogy ő igyekezett megfelelni egy olyan rendszernek, egy olyan vallásnak, amit nem Isten akaratát követte, hanem embereknek a tudományát. És olyan érdekes dolog, hogy mi vajon mennyiszer vagyunk így, ha bárcsak ilyenek lennénk, hogy tényleg teljes szívünket oda tesszük, akár még valami rosszra is, ahogy itt a Pál apostol, és ne értsétek ezt félre. De ez a Pál apostol egy részismerettel nem volt teljes ismerete Krisztusról. Akarta Istent szolgálni, és ez a részismerettel a legjobbat akarta kihozni magából, és persze tévedésbe esett, mert gyilkolta a keresztényeket, gyilkolta Krisztusnak a népét, tehát nem a helyes úton járt, de mégis teljes szívével, teljes lelkesedésével ment ezen az úton. És én úgy gondolom, hogy nem tudjuk Isten megfelelően szolgálni, még ha megtérünk sem, ha nem teljes szívünkből tesszük azt, amit teszünk. És nem odaszánjuk magunkat, hanem csak úgy ellébecolunk, elvagyunk, ellógjuk a napjainkat. Én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy teljes szívünkkel szolgáljuk a helyes utat, teljes szívünkkel szolgáljuk az Urat, menjünk arra, mert ő vezet, mert így tudunk fejlődni, így tudunk növekedni, és így tudjuk észrevenni azt, hogy változások következnek be az életünkben. Mert Pál apostol, amikor Damaszkuszi úton megvakult, utána Damaszkuszban megtért, betöltekezett Szentlélekkel, utána azt látjuk, hogy megint csak teljes szívével kezdte el szolgálni az Urat, de megint csak egy rossz úton, megint csak egy rossz módon, mert ahogy elkezdett Jézusról bizonyságot tenni, az egész város felbojdult, meg akarták őt ölni, egy lázadást tört ki, el kellett őt menekítenie a kedves testvéreknek, haza kellett mennie Tarzusba, otthon maradt, éveket töltött el, míg felkészült a szolgálatra, és utána azt látjuk, hogy a világ legeredményesebb evangélistája volt. És gyülekezetek tömegeit hozta létre, emberek ezrei, tízezreit értek meg rajta keresztül, mert a helyes úton járva teljes lelkesedéséből azt tette, amire az Úr vezette őt. Oda szánta magát az Úrnak. És olyan érdekes dolog után azt olvassuk itt a következő versekben, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő bennem, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Itt egy kicsit visszautal a múlt heti prédikációmra, Krisztus ismerete. Ismerjük őt, legyünk vele, legyünk közösségbe vele. És olyan érdekes dolog itt azt mondja, hogy nincsen saját igazságom a törvény által, csak a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ez az ember, aki a törvénynek élt. Ő oda-vissza ismerte a törvényt. És gondoljatok bele, ha felnősz úgy, hogy benne vagy egy rendszerben, tudod azt, hogy hogyan kell reggelizned, hogyan kell ebédelned, hogyan kell mosakodnod, beleivódik az egész életedbe egy napi ritmus, amit tudod, hogy hogyan kell helyesen, azt van itt írva, hogy a törvény tekintetében vagy fedhetetlen voltam. Vagy törvénybeli igazság tekintetében voltam fedhetetlen. Tehát ő betöltötte a törvényt, és nagyon-nagyon kevés ilyen zsidó ember volt szerintem akkor a földön, aki betöltötte a törvényt.
azt tette, ami meg van írva. És mégis azt mondja, hogy ezek a dolgok, ezek kár és szemét. Mert Krisztus ismerete az, ami bennünket tovább tud vinni. És itt utal a Biblia az Ézsaiás könyvének az 53. részében, a 14. versre. Itt Jézusról ezt mondja, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Itt beszél Krisztus ismeretéről Pál apostol, és én úgy gondolom, hogy erre utal vissza. Ha megismered Krisztust, ő az, aki igazzá tud téged tenni. Saját cselekedeteinkből, akármilyen ügyesek vagyunk, akármilyen pontosan figyelünk oda minden részletre, nem tudunk tökéletessé válni. Nem tudunk igazzá válni Isten előtt, mert minden ember bűnös és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Akármilyen jó szándékkal is igyekszem a dolgaimat csinálni, csak belecsúszik valami. Akármennyire igyekszek kedves lenni a feleségem vagy a gyermekeim iránt, csak előfordul, hogy elszakad a cérna, vagy hogy ingerült vagyok, vagy bármi más, és lehetne sorolni az élet különböző példáit, az ember önmagától nem tud a tökéletesség útján járni. Nem tud teljes lenni. Szükségünk van Istenre, szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy ő tudjon bennünket vezetni, tudjon bennünket átformálni, és minél inkább megismerjük őt, annál inkább tudjunk formálódni. De nem beszélek erről, mert múlt alkalommal beszéltem erről, de kell, hogy formálódjunk és hasonuljunk hozzá, mert ő az, aki bennünket meg tud váltani. És nagyon fontos dolog, hogy ő ezeket nem céltalanul ítélte kárnak és szemétnek. És nem is akármilyen dolgokat ítélt kárnak és szemétnek. Mert tudjátok, hogyha mi nekünk van egy laza életünk, amikor semmivel nem törődünk, és alapvetően olyan dolgokat csinálunk, ami kár és szemét. Értéktelen dolgok. Ezeket nem olyan nehéz kárnak és szemétnek ítélni, bár még ezzel is küzdünk sokszor. Nem könnyű kárnak és szemétnek ítélni egy tévésorozatot, amikor már majdnem megvan, hogy ki a gyilkos, már megnéztem 3 évadot, és már biztos, hogy most ki fog derülni, de utána jön a 4. évad, még mindig nem derült ki, de majd az 5. évadban biztos, hogy ki fog derülni, és az ember nézi. Én egy sorozattal jártam így, amikor végignéztem, hogy a végén majd csak ki fog derülni, és egy olyan nagy butaság volt a vége, annyira felháborított, hogy mennyire értelmetlen és felesleges módon telt el hosszú-hosszú órák sora, amíg végignéztem egy ilyen sorozatot. És nem lett meg a végeredmény, hanem teljesen kicsavarták, és alapvetően ez a tapasztalatom, hogy szándékosan nem fejezik be ezeket a sorozatokat, hogy nézze az ember, és sose lesz vége, sose tudja meg az eredményt. És tényleg ilyen dolgokat is sokszor nehéz kárnak és szemétnek ítélni, pedig ezek tényleg kár és szemét, ezek tényleg semmit nem érnek. Egy ilyen sorozatsztári produkció, amikor az ember elintézi, elvégzi. Lehet, hogy néhány hétig, amíg Magyarországon megy a sorozat, addig nagyon lelkesen szeretik az emberek, de én meg nem tudnám mondani nektek, mit tudom én, mondjuk néhány hülyeségre emlékszek, de nem tudnám megmondani, mit tudom én, az Izaurának a férfi szereplője, hogy ki volt. Leon Sziónak hívták a filmben, de hogy mi volt az embernek a neve, nem emlékszek rá. És szerintem egyikőtök sem emlékszik rá. Pedig biztos, hogy egy nagyon híres színész volt akkoriban, az egyik legsikeresebb műsornak volt az egyik főszereplője, de elfelejtkeznek róla az emberek. Ez kár és szemét. Ezek a hírnevek, ezek semmit nem érnek. És tudjátok, mi sokszor ilyen hírnevekhez, meg ilyen értékekhez ragaszkodunk, amelyek tényleg szemétre valók. Ez a Pál apostol pedig igyekezett a legjobbat tenni az élő Istennel való kapcsolatban, igyekezett a lehető, tudása szerint a lehető legtöbbet kihozni magából, és még ezeket a dolgokat is, amelyeket nagyon sokan értéknek tartanak mind a mai napig, azt mondta, hogy ezek kár és szemét, csak hogy Krisztust megnyerjem. Mert rájött arra, hogy nincsen értékesebb dolga egy embernek, nincsen értékesebb kapcsolata egy embernek, mint az élő Istennel való kapcsolat. Az élő Istenhez való ragaszkodás. A Jézus Krisztussal való közösség. És én hiszem, hogy ha ezt megértjük, ráérzünk, akkor tudjuk megérezni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztusban igazak vagyunk. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta minden bűnünket, és hogy szabadok vagyunk a bűneink terhe alól. És ez megint egy olyan paradoxon, hogy én bűnös ember, aki bűnben születtem, és bűnöket követtem, sőt követek el, szabad lehetek Jézus Krisztus által. Ez Jézus Krisztusnak a kegyelme. Az ő vére által van lehetőségünk arra, hogy üdvösséget nyerjünk, és ha ezt megismerjük, ez felszabadít bennünket. Felszabadít bennünket a jónak a cselekvésére. Tudjátok, lehet, hogy nem hallottatok róla, beszéltem már egyszer-kétszer róla erről a szuperkegyelemről, vagy hypergrace. Többféle módon próbálják ezt megfogalmazni, hogy ha megtértél, ha hiszel az Úr Jézusban, biztos, hogy mennybe fogsz menni, bármit is csinálsz, mert Isten annyira kegyelmes és annyira szeret bennünket. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos tévtanítás. Ha megtértél, mennybe mégy, de oda kell szánnod magad az Úr Jézus Krisztusnak egész életedben. És nem azt mondod, hogy most már benne vagyok a tutiba, és el van intézve. Mert nézzétek meg itt a következő versekben, hogyan mondja a Pál apostol.
Tizedik vers. Hogy megismerjem őt, az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseimben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Pál apostol itt kétszer is azt mondja, hogy én nem mondom, hogy már elértem. Én nem mondom azt, hogy én tökéletes volnék. Elmondhatta azt farizeusként, hogy a törvény tekintetében tökéletes vagyok. Elmondhatta azt, hogy betölti a törvényt, és utána ezt az egészet, amiről büszke volt, azt mondta, hogy ez kár és szemét, és elkezdett az Úrnak az útján járni, elkezdte Krisztust egyre jobban megismerni, keresni őt, és azt mondja, hogy testvéreim, én nem gondolom, hogy már elértem. Pedig ha valaki közel volt hozzá, ő biztos. De azt mondja, hogy én nem gondolom, hogy elértem. De egyet cselekszem, törekszem. Igyekezek arra, hogy elérjem. Igyekszem arra, hogy a lehető legtöbbet tudjam megtenni az Úrért. És tudjátok, lehet kérdezni, hogy én hogyan tudok igyekezni? Miben tudok igyekezni? Mert Pál apostol lehet, hogy igyekezett prédikálni, stb. De én hiszem, hogy mindannyiunknak kell, hogy bennünk legyen az igyekezet. Bennünk legyen az igyekezet abban, hogy keressük az Urat. Imádkozzunk rendszeresen, naponta, többször is. Keressük az ő arcát. Munka közben, amikor el vagyunk fáradva, amikor uzsonnaszünet van, vagy kávészünet, többiek kimennek cigizni, addig én tudok imádkozni. Kell, hogy az ember tudja odaszánni magát Istennek. Kell, hogy keresd Istennek az akaratát. Kell, hogy olvasd a Bibliát és kutasd, mert ebben az életnek a kincse van elrejtve. Beszéltem már nektek erről, hogy ha benne lennének a lottószámok a Bibliában, mindig az aktuális, nagyon sokan olvasnák a Bibliát. Nagyon sokan foglalkoznának vele, mert szeretnék, hogy nyerjenek. Szeretnének valami értékes dolgot magukénak tudni, amiről azt gondolják, hogy értékes, bár tudjuk azt, hogy a vagyon az nem igazán érték, mert ahogy jön, úgy megy el. Pillanatokon belül változnak az értékek, változnak az arányok, de ilyen kincsekben nem érdemes bízni. Egyedül az igazi Istenben érdemes bízni, és őre érdemes bízni magunkat, és higgyétek el, valódi kincs van benne Isten igéjében. Ha olvasod, meg fogod tapasztalni. Meg fogod ismerni azt, hogy ez átformálja az életedet. Meg fogod tapasztalni azt, hogy egyszerűen nem is tudod, hogy hogyan, de felkészülsz arra az időszakra, amikor esetleg éppen itt van az Antikrisztus, és éppen próbálja megvezetni az embereket. És azok az emberek, akik nem imádkoznak, és nem olvasnak Bibliát, azok be fogják kajálni minden hazugságát, minden hülyeségét, el fogják hinni a megtévesztést, mert nem ismerik Istennek az igéjét. De ha te olvasod az igét, azon veszed észre magad, hogy hát te nem is készültél fel a háborúra, nem készültél fel az ördög elleni csatára, de mégis harcedzett vagy, kész vagy, és ki tudod védeni könnyedén a támadásait. És amikor az emberek ámulnak az ördög hazugságain, akkor te vissza azt fogod mondani, hogy emberek, hát ez hazugság, hogy nem veszitek ezt észre? Hogy nem látjátok? És azért fogod látni, mert felkészülsz ebben az időben, a jelenlegi időben. És én hiszem, hogy nekünk ilyen módon kell a tökéletesség útján járni. Ilyen módon kell tökéletes indulattal menni Isten felé, hogy akarunk többet megismerni belőle. És itt nem a tudásvágy az elsődleges, hogy még többet tudjunk. Az is fontos, hogy legyen tudásunk, legyen ismeretünk, de higgyétek el, a legfontosabb az, hogy a tudás és a megszerzett információk által még jobban megszeressük az Urat, és még jobban ragaszkodjunk hozzá, mert ez az embernek a fő dolga, hogy Istennel kapcsolatban legyen. Éppen most kellett, vagy kell majd a nagylányomnak megtanulni a Royal Rangers-re a nagy parancsolatot, és így felmondta nekem már többször. Tudjátok, hogy mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Mert ez az embernek a fő dolga. Ez a legfontosabb. Szeretni az Urat teljes szívünkből. Minden más dolog az ráér. Minden más dolog az sokadlagos. A legfontosabb, hogy Isten szeresd. És ne fél szívvel, ne harmad szívvel, ne ötöd szívvel, teljes szívvel szeresd az Urat. Teljes lelkedből szeresd az Urat. És az egész életed erről szóljon, hogy ragaszkodsz Istenhez, mert akkor meg fog változni az életed. Meg fog változni a helyzeted, amiben benne vagy. Nagyon-nagyon fontos, hogy kell komolyan vennünk az életünket. Ez nem csak egy opció, hogy lehetőség. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy maga a kereszténység az egy ilyen opció. Ha éppen nagyon unatkozom, meg nagyon nincs más csinálnom, akkor van lehetőségem imádkozni. Ha éppen nem nagyon tudok mit csinálni, meg unatkozok otthon, akkor eljövök gyülekezetbe.
De Isten nem egy ilyen opciót akar, hanem azt akarja, hogy mi legyünk tisztában azzal, hogy ez a legfontosabb dolga az embernek, hogy keresi Istent. A legfontosabb dolga az, hogy fejlődik Istenben, növekszik, és egyre inkább megszereti őt. És én erre szeretnék bátorítani benneteket, hogy ahogy Pál apostol is csinálta, felejtsük el a múltat, ne a múlt dolgaival foglalkozzunk, cselekedjünk egyet, ami előttünk van, menjünk neki célegyenest. Legyünk kitartóak, egész addig, ameddig célba nem érünk. És ne rágódjunk a múltnak a hibáin. Ti lehet, hogy nem. Én elég sok hibát elkövettem a múltban. De ha mindig a múltbeli hibáimmal foglalkoznék, soha nem tudnék egészséges ember lenni. Soha nem tudnék teljes ember lenni. Kell tudni elfeledkezni, bocsánatot kérni a múltért, Istentől, azoktól az emberektől, akiket esetleg megbántunk, elfeledkezni róla, és tudni előre menni. És még az előre való útunkban is előfordulhat az, hogy megbotlunk. Előfordulhat az, hogy hibát követünk el. De a János első levelének a második részében az van leírva, hogy ha el is bukik valaki, van szószólunk az Atyánál, az igazi Jézus Krisztus. És én hiszem azt, hogy amikor bűnt követünk el, rögtön oda mehetünk az Úrhoz. Rögtön megvallhatjuk a bűneinket. Maga a gyónás intézménye a katolikus egyházban egy jó dologból indult el. Arról van szó a Bibliában, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, valljátok meg Istennek a ti bűneiteket, és én hiszem, hogy ezt nekünk gyakorolni kell. Persze nem úgy, hogy csinálom majd gyorsan itt egy ilyen kis vallatófülkét függönnyel, és akkor jöhettek sorba, téphetitek a cetliket, mert itt nem én vagyok az, aki tudom megadni a bűnbocsánatot, vagy nem egy lelkész, vagy egy pásztor, vagy pap, vagy aki tudja megadni a bűnbocsánatot, hanem egyedül az élő Isten az, aki neked meg tud bocsátani. De igenis kell, hogy rendezve legyen az életünk. Kell, hogy ne terjenek bennünket a bűneink. Kell, hogy ne fájjon a lelkünk a harag miatt, a gyűlölet miatt, mert higgyétek el, a szívünk nem arra van teremtve, nem arra van tervezve, hogy haragot tároljon. A harag az tönkreteszi az embernek a szívét. Olyan ez, amikor egy bizonyos vegyszert egy rossz edénybe raknak bele, és szétmarja azt az edényt. Vannak olyan edények, amiket esetleg csak üvegbe lehet tárolni, vagy különböző erősségű fémekben, mert különben szétmarja tönkretenni. Azt hiszem, a királyvíz az csak az üvegben van el, ha jól emlékszem. Atti, te emlékszel rá? A királyvíz az üveget nem marja, a többit mindent megvar, ugye? Vagy valami ilyesmi. Nem mindegy, hogy hol tárol. Így van, ha jól emlékszem, bár nagyon régen volt már ez, amikor ilyesmit tanultunk. De nagyon fontos dolog az, hogy a szívünk az nem arra van teremtve, hogy gyűlölet legyen benne, mert a gyűlölet szétmarja a szívünket, tönkre teszi az életünket. A harag, az indulat, a keserűség, ezek mind-mind pusztítják a szívünket. A szívünk arra van teremtve, hogy legyen telve Isten szeretetével, és tudjon kiáradni. És akkor felvirágzik a szívünk, akkor felvirágzik az életünk, amikor telve vagyunk Istennel. És nem engedhetjük meg, hogy keserűség, nyomorúság legyen a szívünkben, a múlton való bánkódás legyen a szívünkben, hanem igenis kell tudnunk előre tekinteni, kell tudnunk ránézni a célra, mert a mi célunk az, hogy Istennek az országába bekerüljünk, és a lehető legjobb állapotba kerüljünk be, és a lehető legtöbb dicsőséget tudjuk magunkba szívni Isten jelenlétében. Én vágyom erre. De ez a mai életünktől, a mai napunktól függ, hogy ma mit teszünk, meg hogy holnap mit teszünk, meg hogy holnap után. De Jézus azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja, nem a holnapon kell egyelőre aggódni, hanem a mai napon kell tökéletesen megtenni azt, amit Isten vár. És ha ma megtetted azt, hidd el, hogy a holnapod is áldott lesz. Ha holnap megteszed, hidd el, hogy a holnap utánad is áldott lesz, mert Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Soha el nem hagylak titeket. Az Úr nem fordul el tőlünk. Ő mellettünk van, ragaszkodik hozzánk. Nekünk egyszerűen ennyit kell tennünk, hogy mi is ragaszkodunk hozzá. Keressük őt. Igyekszünk, törekszünk. De egyet cselekszem, amelyek a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmáról. Neki dőlve igyekszem. Teljes erőmet beleadom. A legkisebb lányom, a Tilda ilyen, hogy ő nem nagyon tud semmit fél erővel csinálni. Tehát ha indul, észreveszitek, hogy nem nagyon tud is sétálni, meg nézelődni, indul, akkor szalad. Mert ő nem akarja az időt pazarolni arra, hogy csak úgy sétálgasson. Ő mindent intenzíven csinál. És én úgy gondolom, hogy nekünk is valamilyen módon így kell megélnünk a hitünket, hogy intenzíven tesszük azt, amit teszünk. Nem úgy, hogy van egy ilyen bemelegítő járás, hogy most egy néhány évig úgy ellötyögök az Úrra, utána majd esetleg komolyabban veszem, hanem igenis, ami van bennem, azt kell, hogy oda tudjam tenni. Amikor egy ember elkezd testépíteni, elkezd edzeni, akkor folyamatosan terheli magát, egyre jobban terheli magát, ahogy, és így növekszik a mindene, az izmai, az ereje, stb. Növekszik, erősödik, azért, mert egyre inkább terheli magát. De ha én például
mindig azt csinálnám, hogy egy 5 kilós vagy 2 kilós súlyt emelgetek, ami könnyen megy, nem izmosodnék egy idő után, nem erősödnék. Tehát ha már könnyen megy egy súly, akkor nagyobb súlyra kell váltani. Ha már könnyen tudsz venni egy akadályt, akkor nem kell, hogy elkényelmeskedj, hogy de jó, hogy ez nekem mennyire megy. Milyen lenne ez, amikor a gyerekek másodikba abba hagynák, hogy hú, de jó, hogy tudunk írni, olvasni, a többit azt hagyjuk, mert ez már jól megy. Ne tanuljunk új információkat, mert az csak összezavar bennünket. Mindig újabbat és újabbat tanulunk, egyre tágul a mi tudásunk, a hétköznapi életünkben is, és hiszem azt, hogy Isten által tudunk növekedni, tudunk erősödni, és ki tud teljesedni a mi életünk, és erre szeretnék benneteket bátorítani, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemmel legyünk tökéletesek. Tökéletes indulat legyen bennünk, tökéletes igyekezet legyen bennünk. Akarjuk megtenni azt, amit tettünk az Úrért, a lehető legjobbat. És lehet, hogy ez a legtöbb, amit most tudsz tenni az, hogy megsimogatod a gyermekednek a buksiját, vagy adsz egy puszit a férjednek. Lehet, hogy az a legtöbb, hogy tényleg kedves vagy egyszerűen. És ez nem egy fontos dolog. Látod, meg is volt a puszi. Ez egy fontos dolog. Én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy amit tudunk, azt tegyünk meg. És ezek nem nagy dolgok. És nem olyan hatalmas dolgokra kell nekünk gondolni, hogy akkor most én is menjek egy missziós úton, mint Pál apostol, honnan szerezzek hajót, kik lesznek az evezősök. Tehát nem ilyenen kell gondolkoznod most rögtön, hanem amit tudsz tenni a hétköznapi életedben, azt tedd meg, és Isten fog téged tovább vinni. Ő fog téged vezetni. Van, hogy egy irányba nem fog engedni, van, hogy másik irányba fog elküldeni, de amit meg tudsz tenni, azt tedd meg. És lehet, hogy számodra egy nagy dolog az, hogy elkezdesz imádkozni. Lehet, hogy egy nagy dolog az, hogy naponta 5 percet odaszánsz Istennek. De ha ezt meg tudod tenni, ezt téged tovább fog tudni vinni. Isten nem azt kéri, hogy a lehetetlen tedd meg. Azt kéri, hogy azt tedd meg, amit meg tudsz tenni. És ha ezt meg tudod tenni, fog téged többre vezetni. Fog téged emelni. És azt fogod észrevenni, hogy egyre könnyebben megy. Lehet, hogy soha nem böjtöltél, még fogod magad, böjtölsz egy délelőttöt, és alig bírod ki ebédig. De utána már lehet, hogy egész napot ki fogod bírni. Vagy lehet, hogy amikor januárban megint fogjuk csinálni a 21 napos böjtöt, akkor végig fogod csinálni. De nem rögtön azzal kell kezdeni, hogy akkor most jó, 2 hónapig nem eszek semmit, és akkor jól megmutatom. Nem így működik. Egészségileg sem lenne jó, meg a szívállapota az nem ilyen. Tehát nem dacból, nem kihívásból kell csinálni ezt az egészet, hanem azért, mert Isten indít bennünket erre. És vágyunk Istenre. Legyen bennünk ilyen módon tökéletes indulat, mert ha ezt tesszük, én hiszem, hogy Isten áldása fog bennünket megtalálni, és tudunk növekedni, és tudunk erősödni, és kiteljesedni az ő szeretete által. Amen. Fogunk még énekelni a végén, és egy néhány hirdetést szeretnék még veletek megosztani. Az egyik az, nem tudom hányan vagytok még, akik nem intéztétek ezeket a pentefonos dolgokat, vagy nem hallottatok róla, bátorítok benneteket, hogy intézzétek el. Többen jelezték már, hogy egészen könnyen meg lehetett oldani, könnyen sikerült a tarifacsomókat váltani. Ez a 2-es csomag mindenki számára ajánlott. Ha valaki szeretne még kérni ilyen pentefonos igazolást, ez megoldható, sokkal olcsóbban tudunk beszélni egymással, pontosabban egymással ingyenesen tudunk beszélni, de amúgy a hívások is sokkal olcsóbbak, mint az átlag hívás. Tehát, hogyha valaki szeretne váltani, számhordozás is lehet erre, van lehetőség. Az elkövetkezendő héten én arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem. Kedves feleségemmel meg még egy ilyen 13-4 pásztorral fogunk kimenni Franciaországba. Hétfőtől csütörtökig leszünk abban a gyülekezetben, ahonnan kaptuk a kórháznak a segélyszállítmányokat, ha emlékeztek rá. És valószínűleg lesz lehetőségünk, hogy megint tárgyaljunk velük, és hogy jöjjönnek megint majd ilyen segélyszállítmányok. Meg én hiszem, hogy nagyon áldott pásztor konferencia is lesz közben. Tehát kérlek, hogy hordozzatok imáitokat, autóval fogunk menni. Hétfő hajnalban indulunk, csütörtökön délután jövünk, és akkor pénteken éjszaka vagy pénteken reggelre érkezünk meg körülbelül csütörtök éjszaka péntek reggel. Tehát kérlek, hogy imádkozzatok értünk. És a szombati napon van lehetőség arra, hogy elmenjünk Kassára. Nem beszélgettünk még erről sokat, hogy ki az, aki szeretne jönni, hogyan. Én kérlek, hogy a távolétemben is szervezétek, hogyha szeretnének jönni testvérek, autóba szerveződjünk össze, el lehet menni. Ez egy korra reggeltől késő estig tartó alkalom, tehát elég hosszan nem leszünk itthon, de biztos, hogy nagyon áldott dolog lesz. És másnap pedig 20-án háladónapi Isten tiszteletünk lesz, amire kétféle módon is kell készülnünk. Az egyik az, hogy szeretném, ha tudnánk, hogy kik azok, akik itt leszünk mindenféleképpen, mivel közös étkezés lesz a gyülekezetben, együtt fogunk itt ebédelni, és erre kérlek is benneteket, hogy ne menjetek haza. Biztos, hogy nagyon jól tud főzni otthon az asszony, de itt nem az a lényeg, hanem az, hogy együtt legyünk itt közösségben. Tehát kérlek, hogy így készüljetek, hogy együtt fogunk itt ebédelni. Hogyha van olyan rokonotok, ismerősötök, aki éppen ment volna hozzátok ebédelni, nyugodtan hívjátok meg őt is, nem kell nekik pluszba főzni, tehát itt fogunk majd együtt lenni, együtt étkezni, és erre kérlek, hogy így készüljetek, hogy semmiféleképpen ne menjetek el. És a másik módon úgy kell még készülni, hogy a Földesi Tamás testvérünk fog szolgálni, ő az Zirci gyülekezetnek a lelkipásztora, és ők imaház építésben vannak benne, most sikerült a tetőt rárakni az imaházra, és már csak egy néhány millió forint hiányzik ahhoz, hogy kész legyen az imaház. És kérlek, hogy így készüljünk, nekik fogunk a jövő héti alkalommal gyűjtést tartani, úgyhogy egy perselyt végig fogunk majd vinni. Tehát ha van ajándék a szívedben,
amit szeretnél ezeknek a testvéreknek odaadni, egy néhány ezer forint, higgyétek el, minden forint nagyon-nagyon sokat számít egy ilyen építkezésnél, és én hiszem, hogyha mi ilyen építkezésekbe vetünk magot, Isten megáld bennünket egy újabb épülettel, ahova tudunk majd menni, lassacskán, ahogy növekszünk, muszáj váltani. Én hiszem azt, hogy ezek a dolgok, amiket így adunk, ez mind befektetés Isten országába. Tehát erre kérlek benneteket, hogy így készüljetek, hogy az adományaitokat készítsétek el, és akkor a dicsőítés vége felé fogunk majd egy ilyen gyűjtést csinálni a jövő vasárnap. És ami még szintén fontos dolog, rákövetkezendő vasárnap 27-én pedig én meghívást kaptam egy budapesti gyülekezetbe, ahol fogok szolgálni. Tehát én nem leszek itt, hanem a Bódi Matyi fog szolgálni, aki már a múltkor is prédikált a gyülekezetben. Tehát kérlek, hogy erre is így készüljetek. Amit még fontos, hogy 20-án a háladónapon úrvacsorázni is fogunk. Tehát, hogy erre is így készüljetek hálás szívvel, rendezve a dolgaitokat az Úrral és emberekkel. Igen, Annával is mondta meg, te is mondtad így együtt, hogy sütit mindenki hozzon magával. Jó, erre kérlek benneteket, hogy a 20-ai alkalommal, tehát az ebéd az meg lesz oldva, de jó lenne, ha mindenki hozna magával egy-egy tálca süteményt, és akkor utána tudunk beszélgetni. Az üdítőt szerintem meg megoldjuk majd szintén. Tehát süteményt kérném, hogy valamilyen módon készítsetek majd különféle finomságokat. Jó? Isten áldjon meg benneteket, és vágyom arra, hogy ebben tudjunk előre haladni. Ami még szintén fontos, most láttam, hogy november 9-én pedig John Maxwell nevű úriember fog jönni Budapestre. Ő a világ egyik leghíresebb vezetőképzője. Tehát nagyon sok könyve jelent meg már magyar nyelven is, és két része lesz a konferenciának. Délután lesz egy keresztény vezetőképző, délután pedig lesz egy üzleti vezetőképző. Aki szeretne erre menni, vannak még kint szórólapok, ezeket el lehet vinni, fel lehet menni a maxwellvezetőképző.hu-ra. Lehet regisztrálni. Amit kell tudni, hogy ez egy fizetős dolog, 4000 forint vagy 5000 forint a keresztény, és 15-től egészen sokáig megy felfelé az ár az üzleti vezetőképzőben. De aki jön a keresztényre délelőtt, annak levonják az árát a délutáni bolt, tehát akkor gazdaságosabb. Tehát kérlek benneteket, ha gondolkoztok ezen, vagy ismertek olyat, aki számára fontos a vezetőképzés, erre van lehetőség elmenni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos lesz ez az alkalom mindannyiunk számára. És még annyit mondok, hogy erre is tudjatok készülni. November 16-án szombaton és 17-én vasárnap itt lesz Kis József testvérünk. Ugyanúgy egy ilyen közös alkalommal emlékeztek, egy egész szombatot együtt fogunk tölteni, és fog jönni az Irénke is. Tehát november 16-án szombaton délelőtt 10 órától fog kezdődni. És egy másik fontos dolog szintén ezzel a nappal kapcsolatos, hogy akik benne vannak a gyülekezet vezetőségében, itt lesz egy ilyen alakuló ülésünk, előtte 8 óra 30 perctől fogunk találkozni. Tehát mielőtt lenne ez az alkalom, akik voltak a presbiterek, diakónusok, ezekért, akiket imádkoztunk, kérem, hogy mindenki jöjjön majd el. Itt fogunk ezekről a témákról beszélgetni, amik a gyülekezet jövőjét érintik. Úgy egyelőre ennyi, decemberről még nem mondok semmit, de arra is készüljetek, hogy lesz karácsonyi alkalom, gyerekalkalom, meg szilveszteri alkalmunk is együtt. Tehát, hogyha így terveztek, az jó lesz, hogy együtt tudunk majd lenni Isten dicsőségére. Kérem a kedves dicsőtőcsapatot, hogy jöjjenek fel. Fogunk még együtt énekelni egyet. És ami még fontos, hogy holnap reggel imaóra van, és ez megint egy jó lehetőség arra, hogy odaszálljátok magatokat, és egy apró lépés megtegyetek arra, hogy járjunk a tökéletesség útján.